Isten a tenyerén hordoz, csak néha tapsol. Ezért mondom, tanulját bármilyen bajból. A Bonyhádi szabadtéri színpadon adott koncertet a magyar underground hip-hop előadó Funkadeli és zenekara. Amúgy pont a jelenlévő zenészek közül kettővel már több mint 20 éve, úgyhogy az még gombózból is sok szerintem. A stílusnak a neve pedig, hogyha a szívemhez közel állót szeretném mondani, akkor énekmondás, de hát ezt már mindenfélének nevezték. Még a rap szót is szokták használni, attól én egy picit a falra mászom, de való igaz, hogy metrikus verselésű ez a dolog, de mindenféle hangszerek is vannak, amik így hozzáadódnak. Na, úgyhogy ezért mondom, hogy ilyen jó pro, nevezzük jó fejnek. Olyan jó fej módjára én énekmondásnak hívom. A Deli az onnan eredt, hogy mindig mondta a nagymamám, hogy de Deli legény vagy Ferikém, úgyhogy szerintem ezt azért sokan hallották ezt a szót, hogy a régi magyar nyelvben ez a vitézt jelenti, na de a többire ne térjünk ki, mert az csak a buja kamaszkornak a hozadéka. Az előadó művész rejtélyes neve sokak számára talány. Egyik tagja azonban a régi magyar nyelvhez kötődik. Itt Bonyhádon, ezen a szerintem csodálatos helyen, ilyen Funkadeli örökzöldeket fogunk előadni. Mert nem is száll nekem, pedig nézd csak, az én szívem újra dobog, nem jég csap. Légy ember a talpán, ne csak csircsap, jól figyelj át, mert az egó szétcsap. A bolygóba rúgtok, egymásba haraptok, fegyverek ropognak, halálba szaladtok. Pedig a mennyország ott van előtted, csak a gondokat lelőtted. Földön ember, az égben angyal, a halál alkony, de ott a hajnal. A babák arcán látom Istent, ahogy kint van, úgy van itt. Ez az egész pandémiás őrület, ha nevezhetjük így, ez nyilván mindenkit megviselt, és tehát ez nem is kell azt hiszem mondani, és hát itt a drámáknak a sorozatát, azt most megint nem szeretném így hát felemlegetni, mert éppen eleget felemlegettük már szerintem, de én mindig hozzámondom azt az egyetlen pozitív hozadékát is, amit azért szerintem hozzá kell mondani, hogy az emberek azok felismerték azt valószínűleg elég sokan, hogy Jézus Mária, hát nekem vannak családtagjaim is. Ugye most a legújabb statisztikák szerint már csak 4 perc körüli időt tölt el egy szülő a gyermekével 2022-ben, egy nap. Úgyhogy ez fölment egy csomó időre, még ha jó része arról is szólt, hogy nagy gyerek a laptoppal, hogy csatlakozzunk be az osztálytársakhoz, de akkor is az emberek rászméltek arra, hogy úristen, vannak családtagjaim, nem csak a munkaholizmus, mert sajnos ez jellemző a mostani világra, úgyhogy ezt azért ne felejtsük el. Hát nyilvánvalóan teljesen elszoktak a zenészek a színpadtól, azért ez hosszú idő volt. Én nekem amúgy van egy ilyen gyanúm, hogy továbbra is, akár más szempontból, de nehéz idők jönnek, legalábbis a zenészekre, meg a szórakoztatóiparra mindenképpen, de nyilván az érem oldalán az meg ott van, hogy még a háborúban is, mármint most ezt idézőjelben mondom, de még a háborúban is szórakoztatni kellett a katonákat, tehát valamilyen szinten mindig, még a világ legsötétebb időszakaiban is a zenére szükség van, sőt, hát hajjaj, de még mennyire, de az biztos, hogy én azt gondolom, hogy a legismertebb és híresebb zenekarokon kívül manapság azért csak hobbi zenész lehet az ember, tehát a senkinek nem ajánlanám, hogy most így hirtelen a karrierjét erre föltegye, hogy ő most megvalósítsa önmagát. Funkadeli soha nem a fellépéseinek mennyiségével, hanem inkább azoknak minőségével tartozott a zenei előadók élvonalába. Készülünk még egy nagyon-nagyon jó kis készülünk a karácsonyi budapesti koncertünkre, illetve elég patinás helyeken. Most például a jövő héten a Veszprémbe, ahova megyünk, az egy nagyon-nagyon jó kis koncertnek ígérkezik. Na mindegy, szóval jövünk-megyünk, de nekünk amúgy se volt igazából sok koncertünk, ez most is így van. De hát jövőre, hogyha túl leszünk itt a világban mindenféle nehézségeken, akkor én arra számítok, hogy ilyen nagy fellélegzés keretein belül majd így jól megszálljuk a fesztiválokat is. Amit együtt éltünk át az életünkön, milliók arra szivárvány, mélyen a szemedben, veled újra gyermek lehettem. Nézd csak, ahogy nőnek szárnyait, repülj magasra, én meg álmaid.